Péntek éjszakára 9 fokig hűl a hőmérséklet, és az előrejelzés szerint napközben sem lesz sokkal melegebb. Hétvégén pedig akár 8 fokra is lehűlhet a levegő. Bár jövő hétvégére megint az évszaknak megfelelő idő várható, bizonyosan lesznek olyan háztartások, akik fontolóra veszik a fűtés elindítását. Erre szeptember 15-től van lehetőségük azoknak a házaknak, ahol a rendszer nincs leürítve vasárnap 0 órától már lehet igényelni a fűtést. Tehát aki úgy gondolja, hogy itt a hétvégén eléggé lehűl a ház, hideg lesz eléggé, az meg tudja azt tenni a közös képviselő, vagy a fűtési megbízott, vagy pedig a lakásszövetkezet, hogy az online felületünkön előre jelzi, hogy akkor ő szeretne 15-én például már fűtést igényelni. És ahol a szekundár rendszerek rendelkezésre állnak, tehát nincsenek leürítve, kilettek légtenítve, ott ezeket a fűtéseket el is tudjuk akkor indítani. Ugyan eddig még nem érkezett igény a szolgáltatóhoz a távfűtés korábbi elindítására, ugyanakkor a szép hő felhívja a figyelmet arra, hogy sok háztartás egyelőre nincs is felkészülve a szezonra. A jelenlegi állapot szerint kb. 100 épület van még leürítve, tehát azt jelenti, hogy 100 épületben nincsen víz a fűtési rendszerben. Ez azt jelenti, hogy itt bármennyire szeretnének esetleg a hideg ellenében elindítani fűtést, és bármennyire szeretnék, hogy melegek legyenek a radiátorok, ezt nem tudjuk megtenni, mert a szekundár rendszer, tehát a háznak a saját rendszere nem alkalmas rá jelenleg. Október 15-én azonban mindenhol elindítja a fűtést a szép hő, addig is lehetőség van akár a fűtés leállítására is a háztartásokban, ha újra felmelegedne az idő a következő hetekben.